ünnepet kívánok mindenkinek! Kedves barátaim! Ahhoz, hogy az előttünk álló esztendő valóban egy jó, eredményes, szerencsés év legyen, közre kell adnom néhány tapasztalatot. Kérem önöket, hogy nagyon figyeljenek. Enni, inni, pihenni, lassan kell, nagyon lassan kell. Mindenki ismeri, ha lassan eszek, előbb jól lakok. Ha lassan iszok, később fogok majd berúgni. Be kell tartani ezeket az alapvető szabályokat. Van még egy tevékenység, amit lassan kell csinálni, de ennek a részleteibe most nem megyek bele. Dolgozni, sportolni gyorsan kell. Mindenki tudja, hogy gyorsan kell dolgozni, ugye? És ráadásul jó minőségben. A sport meg magából adja ezt a definíciót. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy példát. A rendszerváltás óta eltelt évtizedekben kisebb beruházás jutott Ajkára. Most egy olyan útépítési, parkolóépítési, járdaépítési programban vagyunk benn, ami az elmúlt 20-valahány év legnagyobb teljesítménye lehet. Mikor én Ajkára kerültem, az utak állapotában Ajka Devecser mögött, az utolsó Devecser előtt, az utolsó előtti helyen állt a megyéből. Ma a második helyen vagyunk. Mégis lakosságunknak egy jó része elégedetlen ezzel az ütemmel. Azt is mondhatnám, lassan csináljuk. Pedig a munkát ugye gyorsan kellene csinálni, de ebben nem csak mi vagyunk ludasak, hanem mások is. Minden utat meg kell tervezni, minden utat engedélyezni kell, és minden utat közbeszerzésre kell kiírni. Ez több évet vesz igénybe. Mégis abba bízom, hogy ezen változtatni tudunk, gyorsabbak leszünk, és önök elégedettebbek lesznek, mint eddig. Valaki közbe kiadhatna, hogy szórakozni akkor hogy kell? Lassan, gyorsan? Nem. Ott egy új fogalom lép életbe. Úgy kell szórakozni, hogy élvezzük a szórakozást. Nem kell másképp élvezni, csak ahogy az életet élvezzük. Mindig felelősségteljesen kell viselkedni, semmi túlzás, kiegyensúlyozottan kell viselkedni, küzdeni kell, de vidámnak kell lenni, így kell élvezni a szórakozást, és így kell élvezni az életet is. De valami még hiányozhat, hiszen küzdünk, dolgozunk, vannak eredményeink, vannak hibáink, vannak hátrányaink. Valami még hiányzik az életből. És tudják mi? A harmónia. A harmónia egy rendkívül összetett fogalom. Ahogy a költő József Attila megfogalmazta, a költő megszerkeszti magában, mint ti, majd kin a harmóniát. Ezt a harmóniát kívánom mindenkinek. Ajkán különleges emberek élnek, sokszor elmondtam. Ezért bízva bízhatunk abban, hogy minél többen megtalálják ezt a harmóniát, és Ajka csillaga még magasabban fog ragyogni. Boldog új évet mindenkinek!